Fények és egy újabb különleges koncert. Csak itt az MR2 Petőfi Rádióban. A színpadon a 30Y a tavalyi Sziget Fesztiválról. Eleven. Ilyet csak nálunk hallhat. Máshol ne is keresse. Amíg a szobában
csak, csak itt laktunk a záróházba. Később már más is, és most azt gondolom, hogy csak ne jó hat hosszú villasom a szélet. Persze az enyém hosszú, vagy nagyobb betűvel, vagy nagyobb ajtó vagy, nem úgy csak tényleg. Mint a gangster rapper, de a falu országba, hogy a nyolc kerüst kemény vár, sose járt még ott a dár. Nem lehet, hogy én is ennyire vagyok hős, semmit se csináltam, mindent csak hallottam. 12 voltam és anyutól kisírtam, valami sötét kék maszkó belső, és a kompász szökőkútnál vártam. Tudod azt, az igazi első, de nem az volt, vagy legalább nekem valahogy nem volt részem benne, hogy a szívemet úgy üsse ki a lány, mintha Carter doktor. Nekem volt igazi, vagy te voltál már igazi valakinek egyszer. Én nem tudom, csak kérdezem tőled, te meg kezdjél most valamit ezzel. A 30Y, MR2, Petőfi Rádió. Nagyon zene. Hogy a moziban először a kezét fogod meg, de ezt is csak egy filmben látod, és csak a tévében laknak együtt olyan sokáig a jó barátok. Addig, ameddig valahogy még ellát az ember. Bár én sose voltam csatár, a csapatba csak meg vagy másképp defender. A szemed takard el és úgy számolj el egész százig. Én meg a korlát mögött bújok el, úgy, úgy csak a szívem lát. És onnan fogod tudni azt, hogy én vagyok az egyetlen ember, akivel jó lenne egyszer. Jó lenne egyszer. Sose céloztam, hanem inkább engem talált meg valahogy mindenki labdája, mert az vagyok, aki nem nagyon kereste a szerelmet, hanem valahogy találtam, mert a szerelem se tarthat el addig, ameddig valahogy még ellát az ember. Már én sose voltam csatár, vagy
csapatba csak be. Csak a szívem látszik, és onnan tudni azt, hogy én vagyok az egyetlen ember, akivel jó lenne. Én meg, hogy a
asztal után. Mert a férfi mindig nyer, és hogy csak kivétel, az olyan, mint én, hogy semmit sem. Mert a férfi mindig nyer, és hogy csak kivétel, az olyan, mint én, hogy semmit sem. Színpadon a 30Y, MR2, Petőfi Rádió. Nagyon zene. Hogyha az életben boldog akarsz lenni, csinálj zenekart, és hogyha abból nem lesz semmi, vegyél magad mellé egy kutyát vagy macskát társnak, mert nem beszél vissza egy ilyen házi állat. Látni a szíveddel, a szemeddel esni, ha becsukod vágyak, és ha kinyitod semmi. Majd a hintaszéket leringat az álom, nem jön a szemedre, csak ott ül a párkányon. Piros, ha leesik, ha az élet fel van, akkor neked kellene lenni. Ott ül a felfőkön az égben keres társad. Rossz volt ág a szána.
azért, mert azt mondják, hogy ennyi, re jó csaj többet nem jön a boltba, és aki benn van, most mind azt mondja, nem múlik el, csak abba marad, egyszerűen, hogy nyomod se hagy, csak visszakszik néha, de többet nem lép be, és még két fákot ütök a gépbe, csak köszönés nem megy, és utána semmi, csak azért, mert az ajtó betenni, utána nem lesz, hogy kulcsa zárja, és aki végén Színpadon a 30Y, MR2, Petőfi Rádió. Nagyon zene. Az apám azt mondja majd, hogyha hallja, ez olyan dal, hogy tényleg mind azt akarja, az angyalok az égbe kérlelik apámat, hogy nekik felvennie, ha hoznak kazettákat. Az apám azt mondja majd, hogyha hallja, ez olyan dal, hogy tényleg mind azt akarja, azt.
csak üresség. Nincs már bennem csak üresség. Színpadon a 30Y, MR2, Petőfi Rádió. Nagyon zene. Mert a présben úgy olvad össze mindenféle szín megfajta, a levél meg a Thank you.
Kérlek, köszönjük. Andy csinál valami. Andy csinál egy kis lírát, hogy megmutassa, hogy nem csak ilyen brutál kemény. Ha számolni vissza, vissza fele kezd el. Nem hárommal végez, hanem, hanem az egyel, az egyel. Ki az a nő? Csinálj olyat, hogy
mosoly simán. Csinálj olyat, hogy nincs érnek érte, hogy ne húzd le addig, addig más meg nem nézte. Vés csak azt kíván meg, más is megkíván. Szóval ennyit a lázadásul, ennyit arról, hogy félre, amíg összemuzsikáz nyáron az raptároz el én félre. Szóval ennyit arról, hogy dicső szóval, ennyit arról, hogy szégyed, amíg összekuszáz nyáron az fogod ki télen. Azt mondta neki, még nem volt úgy, mint velem, hogy nem csak szex, hanem hogy szívek találkoztak, és hogy őt nekem szánta az ég, mondom, mi álmod. Aztán megszokta lassan, hogy horkolok, és már kevésbé játszanak a hormonok. Megfagyta, vagy az az über is tudott, tartja frankó fogságba. Szóval ennyit a lázadásul, ennyit arról, hogy félre, ami összemuzsikáz nyáron az, raptározd el, mint félre. Szóval ennyit arról, hogy dicső szóval, ennyit arról, hogy szégyen, amit összekuszáz nyáron az, fogod ki télen. Színpadon a 30Y, MR2, Petőfi Rádió. Nagyon zene. Köszönjük. Itt a vége, fussa véle. Jó bulizás nektek. Csináljatok bármit, szégyeljétek télen. Sötét van akkor, amikor vége van. Rohadt sötét, mert a szem csukva van. Belül meg mindegy, milyen fények égnek. Súg meg a terved, én meg az enyémet. Akkor kezdem el, amikor más már befejezte. Nekem hajnal, ami neki ugyancsak este, nagyon este inkább. Éjszakát mondanék, hogy a föld nem látszik ugyanúgy, ahogy az ég. Akkor kezdem el, amikor más már befejezte. Nekem hajnal, ami neki ugyancsak este, nagyon este inkább. Éjszakát mondanék, hogy a föld nem látszik. Sötét van akkor, amikor vége van. Rohadt sötét, mert a szem csukva van. Belül meg mindegy, milyen fények égnek. Súg meg a terved. Akkor kezdem el, amikor más már befejezte. És ezzel kell birkóznom tényleg minden este. Elég ebből mondtam, a vállára térdeltem. Ha lemaradtam, az van, kérte, hagyjam életben. Leszálltam róla, vagy lekászálódtam.
én meg az enyémet. Sötét van akkor, amikor vége van a napnak, néhány lámpát a dédásznál még üzembe hagynak. Vinnyék a fogarak, legyek szúnyogok és lepkék, hogy az, ami a vége, akkor kezdem el, amikor más már befejezte. Nekem hajnal, ami neki ugyancsak este, nagyon este inkább éjszakát mondanék, hogy a föld nem látszik ugyanúgy, ahogy az ég. Sötét van akkor, amikor vége van, rohadt sötét, mert a szem csukva van. Belül meg mindegy, milyen lények égnek, sőt meg a terhet. Sötét van akkor, amikor vége van, rohadt sötét, mert a szem csukva van.
asszony. Az Elevember ma este a 30Y koncertjét hallották. Újabb különleges koncert jövő pénteken este 11-től. Színpadon az S, csak itt az MR2 Petőfi Rádióban.